Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Folytassuk Isten tiszteletünket a 165. énekünknek az első három versének éneklésével. A 165. számú énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you.
Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan azt írva találjuk a Zsoltárok könyvében, a 101. Zsoltárból eképpen. Dávid Zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. A csalárd szív távol áll tőlem. Tudni sem akarok a gonoszságról. Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom. A nagyra látót és a kevés szívűt nem tűröm meg. Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel, aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. Így írtok ki az Úr városából minden gonosztevőt. Amen. Szentlélek, Úristen, tegye áldottá és szívünkben gyümölcsözővé a hallott igét, feleljünk megszólító szavára, imádkozzunk. Teremtő mennyei Atyánk, a Te egyszülött fiad, ami megváltónk, Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy újra eléd állhatunk. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy úgy volt kedves Te előtted, hogy adtál közben járót, ember és Te közötted. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy így adtad Jézus Krisztust, hogy a mi közben járunk legyen Te nálad. Magasztalunk, Krisztusunk, hogy magadra vállaltad ezt a küldetést, magadra vállaltál bennünket, az emberiséget, és magadra vállaltad a mi bűneinket. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ez ma sincs másképpen. Köszönjük neked, hogy ma is éppen úgy, mint annak idején a te első tanítványaid, azzal a húsvéti örömmel, azzal a pünkösdi, Szentlélekkel megtelt értelemmel és lélekkel szolgáltak neked, és tették a te akaratodat, és ma is éppen így megadod nekünk, hogy te, mint feltámadott Krisztus, ott az Atya jobbján, a Szentlélek által vezess bennünket, utat mutass nekünk, bátoríts és vigasztalj, és jelen légy a mi életünkben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy most is velünk vagy, hogy bennünk vagy, hogy közösséget válasz velünk a Szentlélek által. Köszönjük neked, hogy ígéreted szerint nem hagysz magunkra, nem hagysz bennünket árván, hanem a Szentlélek által velünk vagy, és munkálkodsz. Urunk, erre vágyunk most is, hogy a te ígéd és szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy a te kegyelmed, a te jóságod, a te végtelen türelmed ne legyen hiába valóvá a mi életünkben. Urunk, te látod a mi életünket, ezt az élethelyzetet, amiben már oly régóta vagyunk. Urunk, erősíts meg bennünket abban a hitben és szent reménységben, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Most is, ebben a helyzetben is. Erősíts meg bennünket, Urunk, abban a hitben és reménységben, hogy semmi nem történhet a mi életünkben, és ennek a világnak az életében sem, anélkül, hogy te arról ne tudj, hogy te azt ne engedd meg. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ez az időszak sem legyen olyan pillanat, amikor a mi szívünk távol kerül tőled, amikor elfordulunk tőled, amikor magunkba fordulunk, és csak magunkkal tanácskozunk. Adj nekünk nyitott szívet a te szent lelked és a te igéd előtt,
és könyörgünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássuk a világ világosságát. Nyisd meg, Urunk, a mi szívünket, hogy a Te igazságodat befogadjuk oda. Nyisd meg a mi lelkünket, hogy a Te szent lelked lakozást vegyen bennünk, hogy megújítson, és a mi hitünket növelje. Így könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy légy most velünk, és mindazokkal, akik ezen a napon a Te nevedben összegyűlnek, bárhol, a mi városunkban, a mi országunkban, ezen a világon, és áld meg, Urunk, az ő összegyülekezésüket. Így könyörgünk, hogy hallgass meg bennünket kegyelmedből, és végtelen bölcsességedből vezesd a mi életünket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 165. énekünknek énekeljük el a 4. versét. A 165. énekünk 4. verse így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. Isten igét olvasom a már felolvasott 101. Zsoltár 2. verséből eképpen. Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ez a felolvasott ige szakasz, ez a felolvasott egyetlen bibliai vers, amit most kiemelve hallhattunk a 101. Zsoltárból. Ennek utána olvastam és kerestem néhány más fordítást is, amely ezt az igeverset megfogalmazza, és egy másik fordításban így hangzik ez, ügyelek rá, hogy ártatlanul éljek, mikor jössz el hozzám? Gondom van rá, hogy tiszta szívvel éljek, családommal együtt. Ha emlékeinket visszaidézzük és felidézzük, vagy éppen lehet, hogy a saját otthonunknak, és nem csak a nagyszüleink, vagy az őseinknek a szobafalán, vagy az előszobafalán, lehet, hogy a saját otthonunkban is megtaláljuk az úgynevezett házi áldást. Ez a házi áldás, ez így szól, hogy hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Aztán vannak mások, akik nem ezt a házi áldást rakják emlékeztetőül az ő otthonuk falára. Láttam már olyan kis igés táblát is, amelyre az volt fölírva, én és az én házam az Úrnak szolgálunk, idézve az Ószövetség igeverset. Kedves testvérek, az a helyzet állt elő, talán még magunknak sem mondtuk ezt ki, pedig így élünk már hónapok óta, és lassan megközelítjük azt, hogy a csukott templom miatt több hónap óta úgy élünk, hogy az otthonunk templommá vált.
Talán ezt magunknak sem fogalmaztuk meg, de így halva ezt a mondatot, igen, belátjuk. És azt mondjuk, hogy igen, ez történt, ez történik még mindig velünk, hogy az otthonunk lett a templomunk. Mert most, amikor összegyűltünk ebben az órában a képernyők elé, akkor az otthonunkban vagyunk. És mégis az történik meg velünk, hogy Isten tiszteleten vagyunk. Egymást nem látjuk. Én csak azt a néhány kedves testvéremet, aki valóban néhányat itt a templomban van, de rajtuk kívül senkit. És ezt a csodát, mert lehet ezt csodának nevezni, hogy az otthonunk lett a templomunká. Igen, az otthonainkban szólal meg az ige, az a csatorna, az a lehetőség, amit bekapcsolunk, amit megkeresünk, vagy az, amire csupán lehetőségünk van, és mégis megéljük ezt. A felolvasott ige vers is erről szól. Úgy tanúskodik Dávid, hogy az ő otthona, az ő temploma, ami hitéletünknek a szintere. És sokkal komolyabb, és sokkal több annál, mint hogy hetente egyszer, esetleg kétszer-háromszor abban az óra hosszában templommá lesz az otthonunk. Többről szól ez az igevers, mert hogy valóban a hitéletünknek a szinterévé vált a mi otthonunk. És most majdnem azt mondhatjuk, hogy kizárólag sokaknak, tényleg, kizárólag az otthonuk, a hitéletüknek a szintere. És akkor mit jelent ez a mi számunkra? Mi az, amire nagyon ügyelnünk és figyelnünk kell? Mi az, ami áldásul szolgálhat? Amikor ez az igevers van előttünk, akkor a zsoltárosnak a szíve vágya fogalmazódik meg benne. Kérdésként fogalmazza meg, mikor jössz hozzám, de benne van a vágyódás. Vágyódik arra, hogy igen, az ő otthonában, az ő családi körében, ahogyan mondja az a másik fordítás, legyen ott, jelenjen meg az Úr, és munkálkodjon bennük. Azt mondja, tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Mondhatjuk, hogy hát ez az egyik legnehezebb dolog. Mert amikor az ember otthon van, akkor valahogy másképp éli meg az életét. Amikor kilépünk az otthonunknak a kapuján, ajtaján, akkor valahogy megint másképp viszonyulunk az emberekhez, a munkahelyen, a munkatársakhoz, az utcán, az emberekhez, és megint másképp, amikor otthon vagyunk. Mert otthon, otthon vagyunk. Otthon teljes mértékben önmagunkat adjuk. Otthon, akik vagyunk, azon módon viselkedünk, szólunk, cselekszünk, éljük a mindennapunkat. Mennyire fontos, ahogyan a zsoltárosnak a szavaiból is kitűnik, mennyire fontos, hogy nyitottak legyünk az Isten igéje előtt. Hogy az Isten igéje átjárja a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a mi otthonunkat. Hiszen az otthonunk lett a templomunká is. Most arra van szükség, hogy ezt lássuk. Hogy ezt megvizsgálva jól tudjuk csinálni. Isten mindent megadott nekünk ahhoz, hogy ez valóban szívet, lelket gyönyörködtető lehessen. Az első lépés az, hogy valóban a szívünk legyen az Úr temploma. Legyen az Úr templomává, mert akkor lehet az otthonunk is azzá. Azt mondja az ige, hogy bármikor, bárhol segítségül hívhatjuk az Urat. Nagyon furcsa ez nekünk, hogy nem a templomban, a valóban templomnak épült épületben vagyunk együtt, és nem a templomban tartjuk és vagyunk Isten tiszteleten, de éppen ebbe az ígéretbe belekapaszkodva, ami otthonunkban is megélhetjük
azt, hogy az Isten tiszteljük, szeretjük, segítségül hívjuk, és őt hallgatjuk. Sokszor gondolatomban van, hogy ez az időszak mennyire hangsúlyossá teszi az egyéni felelősséget. A keresztény embernek ez az időszak nagyon nagy hangsúlyt tesz az ő egyéni felelősségére. Most nem szól a harang. Most nincs meghirdetve az, hogy kedden, csütörtökön, vasárnap hány órakor gyűlhetünk össze az ige köré. És ez nagy felelősséget helyez a mi szívünkre. Hogyan telnek el a hétköznapi esték, hogyan telik el a vasárnapunk, valóban odafigyelünk-e az órára, valóban bekapcsoljuk-e valamelyik istentiszteletet, hogy hallgassuk, hogy ilyen módon legalább együtt legyünk. Kedves testvérek, nagy ajándékot, kincset kaptunk Istentől. Akkor, amikor a Krisztus hitet, ő kimunkálta bennünk az ő szent lelke és igéje által. Erről a kincsről van szó. Hogyan bánunk ezzel a kincsel? Teszünk-e érte valamit? Ehhez a gondolatokhoz ad segítséget nekünk a Zsoltáros. A kérdése, hogy mikor jön el? Mikor? Milyen szívbe, milyen állapotban kell, hogy találjon bennünket ahhoz, hogy jöjjön? Mert azt mondja Jézus, hogy ő kopogtat a szívünk ajtaján, keres bennünket, mert az a vágya és célja, hogy minden nap velünk legyen a világ végezetéig. Azt mondja a Zsoltáros először is, hogy kerüli a hiába való, haszontalan dolgokat, amelyek csak mérgezik a lelket. Nagy a kínálat. Nagy a kínálat abban, ami mérgező. Persze ez nem így van elénk tárva, persze ez nem ezzel a beköszönéssel jön, hogy hát figyelem, íme itt a méreg, ez csodás csomagolásban van rakva, és külsőre, első ránéztére, első hallásra úgy tűnik, hogy ez akár hasznos is lehet. Nagyon nagy szükségünk van a Szentlélek vezetésére, a világosság lelkére, hogy felismerjük, mi az, ami mérgezi a mi lelkünket, mi az, ami mérgezi a mi családi otthonunkat. Aztán azt mondja a Zsoltáros, hogy a széthúzókat kerüli, kerüli az Úr, kerüli a Szentlélek, mert hogy ebben a társaságban, ilyen lélekben nem tud lakozást venni. Szükséges, hogy a széthúzás, hogy folyton valaki bűnbakot keressünk, hogy folyton valakit okoljunk, hol ezért, hol azért, hol mindenért. Nem erről szól a Szentlélek, nem erre tanít bennünket az ige sem. Mikor várhatjuk, hogy jöjjön az Úr, hogy jelen legyen a mi szívünkben, a mi életünkben, a mi otthonunkban? Ha nem a családság, hanem az egyenesség, a hűség jellemző ránk, Isten és fele barátunk iránt. Nagy szükségünk van erre. Akkor, amikor annyi minden megkérdőjeleződik, akkor, amikor annyi minden ingataggá és bizonytalanná válik, akkor annyira nagy szükségünk van arra, hogy a családságnak nemet mondjunk, hogy a családságnak ellene álljunk, hogy megerősödjünk a hűségben, Isten iránt és fele barát iránt. Az Úr, aki a szeretet Istene, ahogyan az ige mondja, a szívünkre helyezi az ő igéjét, és felhívja a mi figyelmünket újra és újra az egyéni felelősségünkre. Felelősek vagyunk önmagunkért, felelősséggel tartozunk, hogy a ránk bízott kincsel mit teszünk, hogyan gondozzuk, hogyan építjük és hogyan ápoljuk, hogyan tápláljuk azt a hitet, amit Istentől kaptunk ajándékba. Pál apostol külön felhívja Timóteusnak a figyelmét, őrizd meg a rád bízott kincset. Nem úgy, hogy elássa, nem úgy, hogy elrejti, hanem úgy, hogy azt úgy hasznosítja, és úgy él vele, hogy kéri hozzá az Isten áldását, a Szentlélek jelenlétét. Magunknak kell magunkról gondoskodni.
lelki értelemben. Mit hallgatunk, mit nézünk, mivel tápláljuk hitünket és lelkünket, mire koncentrálunk. Igen, mivel etetjük a lelkünket. Ez mind-mind kérdés a számunkra. Amikor Isten ezt megkérdezi tőlünk az ő igéje által, akkor a miénk is lehet. A Zsoltárosnak a szava, ügyelni akarok a tökéletes útra. Tökéletes szívvel akarok élni, házamon belül, ahogyan mondja a másik fordítás, családommal együtt. Nagy kihívás ez. Amikor hosszú idő így telik el, akkor valóban nem egyszerű ezt így megélni. Isten ígérete mégis a miénk, velünk van, és támogatni, segíteni akar ebben. Áldjon meg bennünket, hogy lássuk ennek a felelősségnek a fontosságát, hogy jól bánjunk azzal a kincsel, amit Isten adott nekünk, amely az örök életre szól, amely nem csak ebben a földi létben akar segítségül lenni számunkra, hiszen minden embernél nyomorultabb és szánalomra méltóbb az, aki csak ebben a földi létben bizakodik az Úrban. Így szeretné a mi életünket újítani, támogatni, segíteni, akkor is, amikor talán mindig csak egyedül hallgatjuk, akár most ezt az Isten tiszteletet is, ő akkor is mellénk ül, és ott van velünk, és támogat, és segít bennünket. Tekintsünk hát rá, akié minden hatalom, aki szeret bennünket, és lehajol hozzánk. Ragadjuk meg őt, a Szentléleknek nyissuk az ajtónkat, a szívünket, és hívjuk, hogy lakozzon bennünk az ő erejével és az ő hatalmával. Amen. Imádságra készülve a már énekelt 165. énekünket keressük ki, és az 5. versét énekeljük el, egyszerűvé formálj belső lelki képben. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te igédet, köszönjük a Zsoltárosnak a gondolatait, és köszönjük néked, hogy ezek a gondolatok, ezek a vágyak, ezek a miénk is lehetnek. És látod, Urunk, hogy azok is. Mert mi is vágyunk arra, hogy a mi otthonunk valóban templommá legyen. Hogy az a hely lehessen az, ahol téged dicsőítünk, neked hálát adunk, rád föltekintünk, ahol te jelen vagy, ahol te mellénk ülsz, ahol te velünk együtt vagy, ahol te bátorítasz, bíztatsz bennünket. Urunk, látod a mi életünket, látod a mi szívünket, látod, Urunk, hogy vágyunk arra, hogy gyülekezeti közösségben legyünk. Megköszönjük neked, Urunk, hittel és szívbéli reménységgel, hogy el fogod hozni azt az időt is, amikor mehetünk a templomba, amikor jöhetünk majd ide is, és együtt, mint közösség, téged magasztalhatunk. Kérünk, adj most nekünk még mindig türelmet,
Add meg nekünk, Urunk, hogy ne a morgolódás, ne a háborgás legyen a mi szívünkben. Add, Urunk, hogy tudjuk elfogadni. Hogyha a jót elfogadtuk tőled, Urunk, akkor segíts meg bennünket, hogy tudjuk a rosszat is elfogadni. Ezt olvassuk, Urunk, Jób könyvében. Így taníts minket, és add meg ezt nekünk, hogy valóság legyen a szívünkben. Add, hogy tudjunk rád tekinteni. És köszönjük néked, hogy annyi mindent megadtál nekünk ahhoz, hogy semmi nem hiányzik abban a tekintetben, hogy tényleg templommá legyen a mi otthonunk. Akkor, amikor megvan az a technikai lehetőség, hogy Isten tiszteleteket hallgassunk, megvan az a lehetőség, hogy a te ígédet kezünkbe vegyük, megvan az a lehetőség, hogy szüntelen imádkozzunk. Urunk, amikor megvan az a kivált képvaló lehetőség, hogy a Szentlélek által veled közösségben legyünk, igen, akkor csak meghajtjuk magunkat bűnbánattal, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, amikor átvesszük másoktól a háborgást, a hőbörgést, az elégedetlenkedést, és nem tudjuk megtalálni a mindennapunkban, hogy közben annyi mindenért hálát adhatunk. Segíts nekünk, Urunk, hogy tudjunk a te örömödre lenni, ami otthonunkban, ami templomunkban. Így segíts bennünket, add a vágyat a szívünkbe, hogy nap mint nap olvassuk a te élő szavadat, ami Bibliánkból, hogy tudjuk kitárni a mi szívünket te előtted, hogy tudjunk téged magasztalni és áldani, hogy megnyugodjunk a te jelenlétedben, hogy békességet találjunk te nálad, hogy tudjuk egészen rád bízni a mi holnapunkat. Segíts, hogy tudjuk megvizsgálni önmagunkat, hogy a mi otthonunk, ahol sokszor nagyon nehéz a hitünkhöz, a te kéréseidhez hűen viselkedni és szólni, könyörülj meg rajtunk, hogy mégis megtörténjen, hogy a te dicsőségedre, a te örömödre és a hozzánk tartozók örömére élhessünk egy fedél alatt. Segíts ebben bennünket. És kérünk, Urunk, hogy irgalmazz ennek a világnak. Irgalmazz, Urunk, hogy megtérjen és éljen. Könyörülj meg, Urunk, azokon a népeken, ahol nagyon nagy széthúzás van és feszültség van. Könyörülj meg, Urunk, azokon, ahol ellenségeskedés van és háborús veszély. Könyörülj meg, Urunk, a hitükért üldözötteken. Könyörülj meg, Urunk, azokon, akik a betegségtől szenvednek, azokon, akik a járványtól szenvednek, és kérünk, Urunk, hogy te szabj véget ennek. Mert látjuk, Urunk, hogy bár nagyon sokat ér a tudomány, bár valóban te megáldod és megsegíted a kutatókat, de belátjuk, Urunk, hogy csak te vagy az, aki ennek a világnak az ura vagy, és akinek az egyetlen szavára véget tud érni ez a járvány. Rád tekintünk, Urunk, várva várunk téged, és könyörgünk, hogy irgalmazz nekünk. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik gyászt és fájdalmat hordoznak, könyörgünk, Urunk, a haldoklókért, hogy te kegyelmezz nekik. Könyörgünk, Urunk, a lelki válságban levőkért, könyörgünk, Urunk, a családokért, hogy te adjod békét, egyetértést, egymáshoz való kellő türelmet és szeretetet. Rád bízzuk, Urunk, életünket, a hozzánk tartozókat, közelben, távolban. Rád bízzuk, Urunk, a mi gyülekezetünket, és kérünk, hogy tartsd meg azt egységben és békességben. Mennyei Atyánk, neked adunk hálát, mert tiéd a dicsőség most és mindenkor. Jézus Krisztus által, a Szentlélek közösségében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretettel és reménykedő szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy május 2-án kinyithatjuk a templom ajtaját, és 10 órára szeretettel várunk mindenkit erre a vasárnapi istentiszteletre. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, és készüljünk imádságos szívvel. Köszönjük mindenkinek a felajánlott 2x1%-os adóját, és köszönjük mindenkinek az ő adományát. Köszönjük mindenkinek az imádságot, amivel gyülekezetünkre és a szolgálatokra gondolnak. Szeretettel hirdetem, hogy a gyülekezeti csendes hét 2021. augusztus 16-tól 21-ig lesz Pilis Csabán. Erre a hétre még mindig lehet jelentkezni Balogh László presbiter testvérünknél. Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és adja meg a mielőbbi személyes találkozást nekünk. Amen. Isten tiszteletünk bezárásaképpen a már énekelt 165. énekünknek a 6. versét énekeljük el. Jöjj és lakozz bennem. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet neked. Amen.